Önök a Zemplén Televízió híradóját látják, már is kezdünk, legfontosabb híreink következnek. 37 helyszín, 60 program. Augusztus 10-én indul a 27. Zempléni Fesztivál. 17 milliós fejlesztés az Erzsébet Kórházban. Könyvadománnyal támogatta az Újhelyi Könyvtár a Király Helmeci Magyar Iskolát. 60 program, 15 településen, 37 helyszínen. Ez várja az érdeklődőket idén augusztus 10-e és 19-e között a Zempléni Fesztivál keretében. A 17. alkalommal megrendezendő kulturális esemény keretében számos évfordulót ünneplő együttes is fellép majd. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet ezúttal a felújított újhutai Bretzenheim Walbot kastélyban tartottak meg a szervezők. Opera, operett, szimfonikus, kamarazene és jazz, valamint színház, táncszínház, kirándulások és borkostolok. Idén 27. alkalommal nyitja majd meg kapuit a Zempléni Fesztivál. Augusztus 19-éig várja majd azokat az érdeklődőket, akik a minőségi kultúra jegyében szeretnék idejüket eltölteni. A fesztivált megelőző, már hagyományos sajtótájékoztatón elhangzott, továbbra is a régió egyetlen kulturális nagy fesztiváljaként tartják számon országszerte ezt a programsorozatot. Augusztusi 10 napra újra sikerült egy színes, érdekes, izgalmas programsorozatot összeállítanunk. 60 program lesz a megszokott tematika szerint, tehát nyitókoncert, zárókoncert Sárospatakon a Várudvarán, közben kirándulások a Tokaj Fesztivál Katlanban, nagy produkciók, Budapest Jazz Orchestra Szörényi Leventével, vagy a Marica grófnő nagy operett, óriási apparátus, előadó apparátussal, operaénekesekkel, a kirándulások közben jó kis borozások, ilyen remek, csodálatos új helyszínek felfedezésének a lehetősége. A programsorozat jellegzetessége idén az lesz, hogy a műfajok között adott alkalommal eltűnnek a határok. Nagyon nehéz megmondani, hogy most a nyitókoncert mi is lesz. Nagyon nehéz megmondani, hogy a Budapest Jazz Orchestrának mondjuk a egyik koncerte Szörényi Leventével mi is lesz, hogy a másikkal a Budafoki Doknányi Zenekar mi is valójában, hogy az opera, az a produkció, amelyet ugye a Marica grófnő színpadra állítunk, amely helyreállítja az eredeti Marica grófnőt, hogy ez mihez áll közelebb, a mai operett tudatunkhoz, vagy a 19.-20. század fordulójának a inkább azt mondanám bécsi operettjéhez, ami azért mai szemmel már inkább komoly zene, mint könnyű zene. Tehát ezek a dolgok nagyon, nagyon másképp, más jelentenek ma már, és szerintem akkor járunk jó úton, hogyha a különböző műfajok képviselői szívesen dolgoznak együtt. Sárospatak újra városán nyilvánításának 50 éves évfordulója is megjelenik majd az események között. Több mint 60 program közül több mint 20 az, ami Sárospatakon fog megvalósulni. Talán a két legnagyobbat, ha mondhatom, akkor a nyitókoncert és a zárókoncert. Mindkettőnek a helyszíne az a Rákóczi vár, amely azt hiszem, hogy a legméltóbb helyszíne Zemplénben, Tokajhegy alján a programoknak. És hát hanem gyakorlatilag minden este, minden nap található valamilyen program ebben a programfüzetben. Sátoralja Újhely a megszokott helyszínekkel és programokkal kapcsolódik a regionális fesztiválba. Visszatérő helyszínek a Magyar Nyelvmúzeum, a Kazinczy Ferenc Múzeum, illetve hát maga a városháza, a díszterem, az udvara, illetve a rendezvénytér, ezek visszatérő helyszínek a programoknak. Új helyszínként szerepel a római katolikus plébánia templom, ahol egy európai barokk körutazásra invitálják majd a szervezők a vendégeket. A 27. Zempléni Fesztivál részletes programfüzetét megtalálják a már jól megszokott közművelődési intézményekben, Turinform irodákban és az interneten. 17 millió forint értében kapott új betegágyakat az Erzsébet Kórház. Az intézmény egy a betegbiztonság fejlesztését célzó központi pályázati forrásból részesült. Első körben minden osztály kapott a modern, a betegek gyógyulását és az ápolók munkáját is segítő ágyakból, illetve a felfekvéseket megelőző matracokat is beszereztek. Több nagyértékű orvosi műszer beszerzése után most az ápolást, gondozást segítő eszköz kapott az Erzsébet Kórház. Az új betegágyakból jutott minden osztályra. A 17 millió forintos beruházás központi pályázati forrásból érkezett.
Most jelenlegi ütemben pedig az ápolás biztonságát, úgynevezett egységes ápolási eszközállománynak a létrehozását szolgáló pályázatban vesz részt a kórház. Ez központi forrásokból biztosított. A pályázati összeg az közel 8 milliárd forint. Ebből itt az első részletben olyan 17 millió forint körüli értékben a Sátoraljóhelyi Kórházban ilyen speciális funkciójú ágyak érkeztek. Az új betegágyak egyszerre segítik a páciensek gyógyulását és az ápoló személyzet munkáját. Könnyen mozgathatók, távirányításra kiemelhetők a matracok, fürdetésnél, ágyazásnál is jól kihasználható funkciókkal vannak ellátva. Ki van úgy alakítva, hogy nem csak a beteg nem eshet le, hanem felálláskor, járáskor, körbejáráskor úgy van kialakítva a rács minden, hogy ebben tudjon kapaszkodni, segítségnyújtást biztosít nekik. A betegeknek a rehabilitáció, a mobilizálása is nagyon-nagyon sokat könnyít az ápoló személyzet munkáján. A betegágyak mellé a felfekvést megelőző matracokat is kapott a kórház, valamint további gyógyászati eszközöket várnak még 20 millió forint értékben. Könyvadománnyal támogatta a Sátoraljóújhelyi Városi Könyvtár a Király Helmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát. Az újhelyi intézmény ezzel szeretne hozzájárulni a Felvidéki Oktatási Intézmény magyar nyelvű könyv ellátottságához. A köteteket az újhelyi könyvünnepen adta át az iskolának a könyvtár. Két doboznyi, azaz 60 darab gyermekkönyvet adományozott a Sátoraljóújhelyi Városi Könyvtár a Király Helmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola számára. Olyan köteteket, melyeket a könyvtár olvasói már nem használnak, de jó szolgálatot tehetnek a felvidéki iskolában. Az a tapasztalatunk, hogy határon túlról nagyon sok olvasónk van. Elsősorban felnőttek látogatnak el természetesen hozzánk, és úgy értesültünk, hogy a tőlünk nem messze lévő Király Helmecen, a magyar nyelvű alapiskolában elég szegényes a magyar nyelvű gyermekkönyv kínálat. Ezért úgy gondoltuk, hogy mivel nekünk van erre lehetőségünk, akár a saját állományból kivont könyvek kapcsán, akár az olvasóink által már fölöslegessé vált könyveik kapcsán, összegyűjtöttünk most 60 darab könyvet, amit a Király Helmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola rendelkezésére bocsátunk. A könyvek segítségével a Király Helmeci iskola bővíteni tudja könyvtárát, ráadásul a kötetek hozzájárulnak a gyerekek műveltségéhez, mondta a felvidéki iskola igazgatója. A könyvnek, mint magának egyre kisebb az értéke, a gyerekek, a mai ifjúság, főként a televízióban és más multimédiás eszközökön keresztül próbálnak már úgymond idézőjelben művelődni, és azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy a könyvet a kezükbe tudjuk adni, és hagyományos módon jussanak hozzá információkhoz, illetve tényleges művelődésben részesüljenek. A könyvadomány az első lépés volt a két intézmény kapcsolatában. A Városi Könyvtár igazgatója elmondta, szívesen várják a Király Helmeci gyerekeket a könyvtárban foglalkozásokra, de szükség szerint további köteteket is rendelkezésükre bocsájtanak. A tanévet követő első hetet rögtön táborozással töltik azok a gyerekek, akik a tanítási év során rendszeresen részt vesznek a pácini tanoda foglalkozásain. A táborban a közösségépítés, egymás és saját maguk megismerése kapja a fő hangsúlyt, mindez játékokon, kirándulásokon keresztül. A tábort egy közel 2,5 éven át zajló pályázati program keretében valósítja meg a pácini tanoda. G, D, C, G. G, D, C, G. Mert az a G. Ez. Közös zenélés, sport, játék, szórakozás és kikapcsolódás. Így összegezhető röviden a pácini tanoda nyári tábora. 18 hátrányos helyzetű és a tanoda foglalkozásain résztvevő gyerek vesz részt az egyhetes programon Pálházán. Eljöttünk vasárnap, elmentünk egy éjszakai túrára, az nagyon tetszik, tavaly is voltunk, meg utána bújócskáztunk, azt is szeretünk itt játszani, és
kedd este, ilyen 5 óra felé jöttek ide a másik táborozók, ővelük is jót játszottunk, csak ők már hazamentek, és az benne a legjobb élmény, hogy itt mindig jó lenni, mert jó a fák között járkálni, meg az erdőkbe sétálni, meg itt ki lehet kapcsolódni rendesen az iskola után. Pácin tanodája 2013-tól működik pályázati támogatások segítségével. Fontos feladata a közösségépítés, a mindennapi nevelés, a magyar-máltai szeretett szolgálat szellemében. A tanodában segítik a gyerekeket a tanulásban, fejlesztő programokat szerveznek számukra. Ezentúl kirándulásokon, táborokban vesznek részt a fiatalok. Az idei már a második tábor, melyet a tanoda a gyerekek számára szervezett. Az egyhetes programnak közösségépítő szerepe is van. Egyrészt, hogy összekovácsolódjunk jobban. Itt azért sok minden előjön. Tehát nem, nincs a család, a gyerekek jobban megismerik a másikat, és talán a hát odafigyelést, a figyelmet, hogy hát vannak szituációk, itt ugye egy szobába kerülnek több családból, és hogyan tudják ezt kezelni, vagy lereagálni. Tehát ezeket, tehát a viselkedés, azt, hogy a másik odafigyelési tisztelet, tehát az alapdolgokat, amit egyébként a családból emelnénk ki, vagy hoznánk. És vannak sajnos olyan családok is, ahol például ezt nem tanítják így. A tábor megszervezése és lebonyolítása is annak a 2016. februárjában indult emberi erőforrás fejlesztési operatív program által támogatott program keretében történik, mely idén június végén zárul. Igazán gazdag programkínálattal várta a helyi önkormányzat és a civil szervezetek a Herceg-Kuti gyermeknap résztvevőit. Ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozások mellett lövészetre, rendőr és tűzoltó autó bemutatóra is sor került. A polgármester közölte, sikeres pályázataiknak köszönhetően a jövőben még több közösségi rendezvény megtartására lesz lehetőségük. Nagy hanggal megszólaló motorok, lövészet, rendőrautó és tűzoltó jármű bemutatója, valamint számos egyéb szórakozási lehetőség fogadta a gyermekeket, családokat a Herceg-Kuti gyermeknapon. Idén tekintettel az egyházi ünnepekre 2 héttel később szervezték meg a gyermeknapot annál nagyobb odafigyeléssel. A gyermeknapi rendezvényünk már hagyományosan minden éven itt a focipályán kerül megrendezésre, ahol a különböző korosztályú gyerekeket várjuk, egészen az óvodásoktól a nagyobb iskolásokig. Egy óvodás nyitó tánccal kezdődött a gyermeknap, aztán nagyon sok tevékenység közül lehet választani. A nagyon közkedvelt a csillamtetoválás és az arcfestés, lehet kézműveskedni, trambulinozni, lehet vetélkedni, lufifújó verseny, csokievő verseny, aztán itt vannak a tűzoltók és a rendőrök is, a lövészetet is ki lehet próbálni. Nagyon széles programajánlatunk van. A polgármester azt mondta, főként pályázati programokból a következő években a szokásosnál is több rendezvényt tudnak majd megtartani a különböző korosztályok számára. El szoktam mondani, hogy Herceg-Kuton sok rendezvényt tartunk. Mindegyik korosztályt igyekszünk megszólítani, akár a gyerekeket, akár a fiatalokat, az aktív korosztályt, vagy a nyugdíjasokat. Ezek a rendezvények évről-évről most már visszatérő rendezvények. Persze igyekszünk minden éven valamit újítani, valami újszerűt kitalálni. Az elkövetkezendő időben jó lehetőség lesz az önkormányzatunk számára az EFOP pályázatokba elnyert támogatásból megvalósítani ezeket a rendezvényeket. Az elkövetkezendő 1-1.5 évben több olyan rendezvényt fogunk tartani Herceg-Kuton, amelyik célirányosan szólít meg közösségeket, a civil szervezeteket, egyesületeket és mindegyik korosztályt, a nyugdíjastól, az aktív korosztályon át a fiatalokig. A gyermeknapról nem hiányozhatott az ugrálóvár és a trambulin sem. A kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat, és szívesen látták a rendezményre betérő nem helyi gyermekeket is. Sárospatak újravárossá nyilvánításának 50. évében már a 10. Sárospatak Csepel Boilis kupát szervezte meg a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület. 8 csapat adta le jelentkezését, és valamennyien küzdöttek a sikerért. A sok etetésnek és a kedvezőtlen szeles időjárásnak köszönhetően viszonylag kevés kapásszám mellett zajlott a verseny.
Ha Pácban nem is voltak, de nagy stratégia alkotásban igen a csapatok, az idei Sárospatak jubileumi Csepel Bojlis kupa résztvevői. A 72 órás versenyt már 10 éve, hogy megtartják a Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület szervezésében, annyira népszerű, hogy még Győrből is érkezett csapat. A szervezők azt mondták, a tó adottságai kiválóak. 2008 óta folyamatosan telepíti a Horgász Egyesület ezt a tavat, és 10 éven keresztül az extra pontyok benne voltak a telepítési kötelezettségbe. Ezekből a nagy pontyokból nagyon sokat fogtunk már az elmúlt 24 óra alatt, több csapatnál is jelentkeztek ilyen szép halak, de egyébként a tónak a saját állománya is kiemelkedő. Nagyon sok ilyen 2,5-3 kilós ponty van benne jelen pillanatban, amikből a saját horgászaink ugye elvitelre is horgászhatnak. A 72 órás verseny alatti időjárás kevésbé volt kedvező a versenyzők számára, ez a kapásokból is meglátszott. Hát erre a túra jellemző az, hogy amikor ilyen nagy nyomás éri, tehát ennyi horgász ráül, akkor a halak a bőség zavarába esnek, és egy darabig nem táplálkoznak. Tegnap a verseny elején rögtön volt egy pár kapás, azokból fogtunk, aztán utána éjszaka jöttek a további jelentkezők. Úgy tudom, hogy 4 csapatnak van eddig hala a tavon, a többieknek kapásuk volt, de nem tudtak belőle még halat realizálni. A tavalyi győztes csapatnak eddig nem volt szerencséje, de azért bizakodtak. Érdekes, a szél nem nagyon kedvez, ez az erős szél nekünk. Ez egy teljesen másabb verseny, mint a tavalyi volt. Tavaly szinte mindent lehetett használni, etetőanyagtól kezdve bojlin át pelletekig mindent. Itt meg le van korlátozva most csak ugye bojli pellet és tigrismogyrót lehet használni az etetéshez. És ez egy kicsit teljesen másabb verseny, ugye nagyon jó csapatok vannak, nagyon ügyesek a fiúk. Próbálkozunk. A 10. Sárospatak Csepel Bojlis kupán 8 csapat, 16 horgásza versengett az értékes díjakért. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. 37 helyszín, 60 program. Augusztus 10-én indul a 27. Zemplini Fesztivál. 17 milliós fejlesztés az Erzsébet Kórházban. Könyvadománnyal támogatta az Újhelyi Könyvtár a Király Helmeci Magyar Iskolát. Híradó után időjárás jelentés. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.